önkívületi állapotban, pocsolyában fetrengő nő, zombiként ácsorgó fiatalok a falnál. Ilyen és ehhez hasonló hatással van az emberekre az az új designer drog, ami nemrég jelent meg a kábítószer piacon. A Bika nevet viselő szer sorra szedi áldozatait Magyarországon. Eddig 11-en haltak meg tőle. A rendőrség szerint azért is veszélyes, mert az orvosok sem tudják, mivel állnak szemben. Ez egy orosz rulett, mert a fogyasztó sose nincs tisztában azzal, hogy az, amit szer, amit ő fogyasztott, elszívott, megevett, valamit megjutatta a szerzetében, az nála mit fog kiváltani. És ugye így lett kvázi tragikusan híres és hírhet ez a Bika fedőnevű új szer, amelynek az összetétele, hát mondjuk azt szép szóval, nem túl előnyös az emberi élet számára. Egy miskolci haláleset kapcsán azonosították az új szintetikus anyagot, ezután vizsgálták a szakértők májusig visszamenőleg a gyanús eseteket. Akkor derült ki, hogy csak nem egy tucat ember halálát a bika okozta. A rendőrség szerint az esetekben közös, hogy rosszul lét után rövid időn belül bekövetkezett a halál. Azokban az esetekben, ahol lehetséges volt, megpróbálták az újraélesztést, ez azonban nem járt eredménnyel. Az az oldal, aki ezeket az új pszichoaktív szereket készíti és gyártja, folyamatosan kísérletezik. Mindig más és más vegyületeket rak össze annak érdekében, hogy kiátszva a törvényi szabályzókat, a olyan olyant dobjon a piacra, ami nem tudik semmiféle jogszabályba. És ennek következtében keletkeznek olyan anyagok, amelyeknek hát mondjuk azt az életani hatásai nem túl pozitívak. Pápai Gyula kiemelte, szerencsére Moson Magyaróváron és a térségben nem jellemző ez a designer drog. Azonban a rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy senki se vásároljon ilyen szert, ugyanis már kisebb mennyiségben is halálos lehet.